Jó estét kívánok kedves minnyájuknak! Remélem, hogy hallani és érteni fogjuk egymást. A dolgozaton címe: Mit üzen a nyugat? Ma az úgynevezett jó társaságban nem szokás forradalmakról beszélni, nem illik hivatkozni a hazára. De annál inkább Európára, a nemzetköziségre, a világpolgárságra, az úgynevezett egyetemes, de leginkább baloldali értékekre. Ilyen úgynevezett baloldali értékek persze sosem voltak, mert a szociális érzékenység, demokrácia, meg segítő, jobbító szándék egyértelműen és világosan keresztény értékek, tehát már az alapvetés is hazug. Manapság ajakbiggyeztés a válasz a nemzeti sajátosságokra, helyette a korszerű ember a globalizáció mindenek felettiségéről kell, hogy beszéljen. Olyan idejét múlt fogalmak, mint a haza, a nemzet, a hit lassan elvesztik jelentőségüket, és a mai politikai élet tulajdonosai egészen új fogalmakat kezdenek sunyi módon elfogadtatni a közvéleménnyel. Amíg erősek voltunk, mert hittünk magunkban, és királyaink, vezetőink magyarok voltak, ők a magyar királyok, Árpád fiai, Istennek tartoztak felelősséggel, elszámolással. Vajon a maiak kinek? Az Árpád ház vezetése, uralkodása alatt, a tatár pusztítást leszámítva, sosem voltunk megszállt és kiszolgáltatott ország. És az Árpád ház a magyar királyok kihalása után? Addig, amíg a haza, a nemzet szolgálói, a hazához halálig hűek vezették a magyart, nem tudott tenni ellenünk senki semmi végzetest, jól lehet megpróbálta. Kihez hűek a maiak? Még Árpád idejében az akkori korszak legnagyobb hadserege akart elfoglalni bennünket, ránk támadtak bajor vezénylettel, de a több mint 100 000-es hadsereget, a korszak akkori legnagyobb seregét Árpád és három fia, Tarhos, Üllő és Jutas 905-ben Pozsony alatt egy harmadakkora haddal szétzúzta, hosszú időre elvéve a kedvét azoknak, akik foglalni jöttek. Árpád és ivadékai a magyar nemzet történetének legnagyobb képességű vezetői elporlattak. Kik ülnek ma a helyükön? Kinek tartoznak, és vajon tartoznak-e felelősséggel, elszámolással? Vajon mi, magyarok vagyunk-e azok, akiket vezetőink szolgálnak? Változtak-e a szándékok? Mit akar ma a nyugat? Súlyos és nehéz kérdések, de ezeket akkor is fel kell tenni, ha ma még nem remélhető hivatalos válasz. De a kérdések egy részére mi magunk jelenlévők most is tudunk választ adni, jelesül allaregelébb, hogy mit akar tőlünk a nyugat. Ugyanazt, mint Árpád vezér óta. Eltüntetni, megszüntetni, bekebelezni, letörölni a térképről mindörökre. Nem hagyjuk! Ehhez kellene a csaléteknek az Európai Uniós tagság. Hát nem. Most és így nem. Nem kell a nyugattal felkínált szövetség vagy a tagság, ha tetszik. Most és így. Ilyen szegényen, kiszolgáltatottan, a cselédlépcsőn hátul beóvatoskodva, nem. Mert hibás a portéka, lepattant róla a fényes máz, több helyütt kilátszik, mennyire hitvány és selejtes az áru, cserébe az önként vállalt rabságért, amely rabságba éppen a jelenlegi kormánnyal karöltve akarnak belerángatni bennünket nyugati jóakaróink. Európa csendes, újra csendes, elzúgtak forradalmai, kiáltja Petőfi, a 48-as forradalom viharmadara. Egyedül maradtunk harcunkkal, akkor is, mint annyiszor, és 56-ban is akkor kezdtük, amikor senki sem állhatott mellettünk. A művelt nyugat néhány újságcikkben felhorkant, amikor kivégezték a 48-as forradalom és szabadságharc tábornoki karát, és bár voltak közöttük nem magyar állampolgárok is, senki sem, még az érintett országok vezetése sem tett semmit, hogy a mészárlás be ne következzék. Bekövetkezett. És aztán elkezdődött a rendcsinálás. A többi írott történelem. Nem ismerős ez nekünk? De igen. Nagyon is testközeli, véres ismerős,
és minden rettenetes következménye is az, az kell, hogy legyen, mert vajon nem ugyanez történt-e 1956-ban? A lengyelek után mi következtünk, de azon túl, hogy teleharsogták a világsajtót a jogbajnokai Londontól Washingtonig, semmit sem tettek érettünk, jött a szemfényvesztés, az elterelő hadmozdulat, a szuezi válság, és már senki sem figyelt arra, mi történik Magyarországon. Nem is figyelhetett, mert sorsunkat már régen előtte, közös megegyezéssel, szerződésben pecsételték meg Sztálinék szabadkőműves barátaikkal. Ma már megjelenhetnek azok a művek is, persze csak korlátozottan és meglehetős fedettségben, amelyek leírják, hogy az 1956-os forradalmat és szabadságharcot valójában végig azok irányították biztos távolságból, akik ellen folyt. A kérdés, melyet a mennyei, a nagyságos suhanc költő Petőfi Sándor tett fel 1848 márciusában, rabok legyünk vagy szabadok, azóta többször feltétetett. A kérdés erejét, halálos komolyságát a kiontott vér pecsételte meg 1956. októberében. És mi volt rá a válasz? A meghurcoltatás, a bosszú, életek megnyomorítása, munkatábor és eltüntetés. Igen, ez volt a válasz. A szabadságért kinyújtott kezekre bilincs került, a szabad levegőért nyöszörgő mellre csizma taposott. Éppen azoktól érkezett a válasz, a megalázás és megnyomorítás, akik nekünk állítólag elhozták a szabadságot. Ők a felszabadítók, a testvérek, ezt tették érettünk magyarokért. De mit tett ellenünk a bámulni való Amerika? És mit tett értünk? A szabadság és demokrácia, a jog és jogbiztonság letéteményese. Tenni semmit, de ígérni azt igen. Csapatokat, segélyt, pénzt, paripát, fegyvert, nemzetközi garanciát és tárgyalásokat. Ezekből persze semmi sem lett, sem akkor, sem később. Vagyis később, igen. Hiszen később a nagy Amerika tárgyalt. Törvényes partnerként tárgyalt a gyilkosokkal, kölcsönöket adott, amelyeket persze rögtön átadtunk a nagy szovjetnek, hogy fent tudja tartani Kubát, meg az ázsiai, afrikai kihelyezett klientúrát, és amely kölcsönöket sosem fogunk tudni visszafizetni. De hiszen nem is ez volt a cél, sem annak, aki adta, sem annak, aki felvette. Mert ez a kölcsön és adósság elég nagy ahhoz, hogy mindörökre odaláncoljon bennünket és unokáinkat is a cselédek sorába. Igen bizony, hiszen erről van itt szó, és hogy a bilincs ma nem a kezeken csattan, hanem a lelkeken, a mindennapokon. Az persze fel sem vetődik, barátaim, hogy az elmúlt 30 évben összes adósságunkat többször kifizettük már. Ennek igazolására csak azt kéne felidézni, hogy azt a hatalmas kölcsönt, meg a többit utána, milyen dollár árfolyamon vettük föl, és milyenen fizetjük ma. Nos, ezt az állapotot, az eladósodott, pironkodó cseléd állapotát akarják fenntartani most és mindörökké a mi nyugati jóakaróink, brüsszeli barátaink, hogy feltételeket lehessen szabni nekünk. Hát ezt akarja a nyugat. De mára már nem csak a nyugat akarja ezt, hanem a mai Magyarország vezetői is. Most, ha már emlékezésnél, felidézésnél tartunk, próbáljuk meg felidézni a trianoni békediktátumot is, amelynek puszta említésekor minden liberális és baloldali homlok elfelhősödik, de amely szerződést nagyon kevesen olvastak végig. Azok a kevesek, akik ezt hivatalból, tudásszomból, önkínzásból, bármi egyéb okból mégis megtették, sehol a szövegben, egyetlen szó töredékben nem találtak utalást arra, hogy ennek a szerződésnek akár csak egyetlen betűje vonatkozik. Vonatkozhat-e az utódállamokra? Azért nem találtak ilyet, mert ilyen nincs benne. Gondoljuk végig. Mára nincs Szovjetunió, és nincsen Csehszlovákia,
és Jugoszlávia sem létezik. Ők voltak aláírói többek között ennek a szerződésnek, de ők mára nincsenek, sem jogilag, sem valóságosan. Érvényes-e még ezek után aláírásuk? Érvényes-e még, amit nevükben megkötöttek? Hiszen ezek az országok, még egyszer ki kell mondani, mára nem léteznek. De mi, magyarok, Magyarország, megfogyva bár, de törve nem. Itt vagyunk. Itt vagyunk, gyanakvós együtt, és csupán kérdezni szeretnénk, de ma még a kérdések felvetéséig sem jutunk el, pedig volna mit kérdezni az unióval kapcsolatban is. Ha csupán arra gondolunk, hogy az uniós szabvány szerint kizárólag úgy működhet bármilyen kereskedés vagy üzlet, hogy bejönni és kimenni csak külön ajtón, eltérő helyen lehet, akkor felvetődik a kérdés, hogy van-e ma Magyarországon, városon, de leginkább vidéken olyan üzlet, kisbolt, vegyeskereskedés, papírírószer, ajándék, élelmiszer vagy bármely más egység, ahol ez már most biztosított, akkor kiderül, hogy nincs. Már csupán ennek az egyik első feltételnek sem képes megfelelni, szinte egyetlen egy vállalkozás sem. És mi van a többivel? Hogyan lehet megoldani, ha kell? Hitellel? Igen, azzal lehet. Újabb eladósodás, vagy a csőd. Bizony, de hiszen ez a cél, mert nem a magyar termék kell az Európai Uniónak, hanem a magyar piac. Az a piac, amelynek alázatos és lesütött szemű alkalmazottait, eladósodott cselédeit kell és szabad csupán Brüsszelből látni, nem pedig büszke, tartással, hittel, értékkel, hagyománnyal bíró erős honpolgárokat. A mi történelmünk, a hitünk, jó és bal sorsunk, panaszunk vagy örömünk nem Brüsszelben, nem New Yorkban, de sokkal inkább ismerős Lengyelföldön, vagy a Csemorva vidéken, nem különben a velünk több mint 800 évig együtt élő horvátoknál. Az említett országokkal közös királyaink voltak. Velük együtt harcoltunk a török, a német, a Habsburg ellen. Ki érthet meg jobban mi bennünket, a mi bajainkat? Varsó, Prága, Zágráb, vagy Brüsszel, Párizs, Washington? Volt-e valaha példa arra, hogy a nyugat önzetlenül, barátian, segítő szándékkal jött? Nem volt. Ha jött, érdekből jött, vinni akart. Amit hozott, idegen volt és maradt máig, teher és nyűg, mert megoszt, mert el akarja felettetni velünk, hogy kik vagyunk, mik a hagyományaink, melyek az értékeink, megmaradásunk alappillérei. 46 évvel ezelőtt, november 4-én megérkeztek a felszabadítók. Többszörösen annyian, mint voltak előtte. És itt felejtették őket a birodalom urai. Megkapták az örök lakásokat az ideiglenesen itt tartózkodók, akik véglegesen rendezkedtek be. Tudták jól, hogy mit tesznek, mert bár papíron és filmhíradókon láttuk őket elmenni egyenruhában, de civilben itt vannak azóta is. Tanácsaikra, tapasztalatukra lehet számítani bármikor. Mit tehetünk akkor, ha ezek a tapasztalatok és tanácsok nem kellenek nekünk? Mert mégiscsak sikerült saját tapasztalatokat szereznünk, és ezek a tapasztalatok azt mondatják velünk, hogy csak és kizárólag összefogással, sértettséget, megbántást félretéve, minden erőnket összeszedve a világgá kiáltsuk, hogy egyet akarunk, hogy képesek vagyunk összefogni, mert el lehet veszteni a választásokat egyszer, kétszer, vagy többször, de a hazát nem! Barátaim, kik védik meg a hazát? Azok, akiknek ez mindennél többet ér, mi magyarok. És a haza ma egyenlő a földdel,
amiért a honszerzés óta milliók adták életüket. És ez a föld ma ismét veszélyben van. Nehéz ezzel nekünk, ifjaknak és a középkorosztálynak szembenézni, mert itt vannak közöttünk, itt vannak ma velünk azok a hősök is, akiknek vére 56-ban a hazáért, a magyar földért ontatott, és akikért ma sem kondul a harang, csak ha ők húzzák meg. Így van, így van. Barátaim, honfitársaim, magyarok! A keserűséget sem nélkülöző szavak után mégis azt kell mondanom, ne csüggedjetek el. Van reménységünk, mert van ifjúságunk. És ahogyan akkor a pesti srácok ott voltak az utcán, és fegyverrel, életükkel áldoztak a magyar szabadságért, ma is akadnak közöttük olyanok, akik képesek felvenni a harcot a mai ellenséggel. Nem igaz az, hogy a mai ifjúság semmi más nem akar, csak a szórakozó helyekre járni és meginni a maga italát. Ez a sunyin beásott akna itt ketyeg közöttünk, de nem léphet működésbe. Sokan szeretnék ma, ha ez így lenne, de nem így van. Maradt még Petőfi és Adi ifjúságából. Van olyan a mai magyar fiatalok sorai közt, aki mást akar, de az akaratát csak akkor érvényesítheti, ha nem veszi át tőlünk a megosztott, többszörösen is megosztott felnőttektől az egyet nem értés, a széthúzás keserű örökségét. Látják és tudják ezt ők is, hiszen a mi gyermekeink látják jól az ellenséget, talán még jobban is, mint mi. Jól lehet, ez a mai ellenség nem harckocsival, lőfegyverrel támad. Nincs pufajkában, és nem oroszul beszél. De itt van. Határokon belül és túl, drága öltönyökben ül a hivatalban, bankban, vagy a parlamentben, és megnyomorítja a hétköznapokat, elveszi az ünnepeket, más ünnepeket akar ünnepeltetni, vagy éppen adni nekünk. Most is adni akar, most éppen az uniós tagságot. Adni nemesebb, érintettebb állapot, mint kapni, és az adakozáshoz nagyon kell az alázat, hogy elfogadható legyen, amit az ember adni kíván. A nagyság egyik fokmérője a szerénység, de még inkább az alázat. Ez az alázat vezethet a bocsánatkéréshez, mindazokért, ami 56-hoz, majd a megtorláshoz, az elhazudott évekhez vezetett, de amely bocsánatkérés a mai napig nem történt meg, az akkori és jelenlegi uralkodó párt részéről, és amit meg lehet, mi felnőttek már nem is tudnánk elfogadni. Hinnünk és bíznunk kell a mai ifjúságban, annak elkötelezett vezetőiben, hinnünk kell bennük, akikben folytatódik, tovább él a pesti srácok, a magyar szabadságharcosok tenni akarása, hazaszeretete, elkötelezettsége. Ők lesznek azok, és csak ők lehetnek, akik a formálódó, majdani közös Európában főhelyre ültetik Magyarországot, ahol immáron határok nélkül újra egyesülhet a leszakított országrészek magyarjaival. Éltesse és tartsa meg az Isten a magyar ifjúságot!